Köszöntök szépen mindenkit! Ma a Cupheaddel fogunk játszani, Krikivel. Szia, Kriki! Hello! Megpróbáljuk végigjátszani mindenféleképpen a játékot. Ez vagy sikerül alapon, vagy nem sikerül alapon. Biztos, hogy sok szenvedések hiány lesz meg elméletileg. A tutoriát ne skippeld. Jó. Akkor igazából bele is megyünk már a menübe. Gyorsan akkor megnézzük a menüs dolgokat, hogy hogyan és miképpen vannak. Ugye megnézzünk egy options-t, az audio szintet azt elméletileg belőttük, de hogyha bármilyen későbbiekben gond lenne, akkor azt még majd úgyis még picit korrigálni fogjuk. A vizuál tekintetében ugye már picit följebb... Na, ez micsoda? Úristen, ez így van megcsinálva. Jó. Így már jó lesz. A V-Sync az nem kell, azt nem szeretjük. Ezt visszamegyünk. Control tekintetben igen, beállítottam mindent egyébként, most már a játék jó. Language ugye English, és akkor igazából ez a rész megvan, hogy a DLC az most jelenleg az nincs meg. Úgyhogy mi az alapjátékkal fogunk játszani. Akkor első körben én azt mondanám neked, Kriki, hogy akkor én meg is hívlak téged Remote Play-be. Jó, akkor Kriki. Kezdődjön a Cuphead. Hajrá! Sztoria. Akkor megyünk is, srácok. Köszi a tippet. Jó, hát akkor mentünk egyet. Úgy látszik, itt a mentés is fontos. Mentünk egyet. Na és akkor most kell elméletileg, ja nem, vagy... Ja, most kell nekem kiválasztanom, hogy én kivel legyek. Kivel legyek, Riki? Lehetek a pirossal. Ezzel? Aha. Akkor persze leszek ezzel. De úgy szaggat a kép, vagy jónak tűnik? Nem. Jó, jó. Oké. Okay. Cuphead indul, gondolom ez lesz majd a tutorial rész. Csak akkor egyszer egy időben volt egy mágikus hely, amit ugye Inkwell Isle-nek, vagy inkább Szigetnek hívtak, gondolom. Akkor ott élt két ember, egy Cuphead és Mungman, vagy Magman. És akkor ők... hát ilyen védelem nélkül éltek igazából az Elder Cattle célén. Talán, hogyha jól értelmezem. Ja, egyszer volt, hol nem volt. Így van. Oké. Okay. Egy nap a két fiú. Elment nagyon ugye otthonról, és felfedezték a Elder Cattle-nek nagyon sok ilyen gondját, baját, vagy figyelmességét, vagy ilyen nem is tudom micsodáját. Ez úgy ért véget, hogy rossz felébe mentek be a Devil Casino-nak. Így kicsit fokhias volt ez a kezdés angol fordításra. Végül egy rossz oldalt választottak mesek szerint, és akkor a Devil Casino-ba léptek be. Így van, így van. A bölcs Elder Cattle rossz oldalán. Köszönöm szépen, hát bocs is srácok, hogyha nem olyan good az English, de igyekszünk. És akkor bent Cuphead és Magman találkoztak. Vagy felfedezték önmagukat ilyen nyerő szériába hát ez nem is tudom, ilyen kocka tábla. Vagy ilyen... Nem itt a kép alapján. És akkor gondolom, hogy borog, vagy forró valami kiabált a... Vagy beütött a király kockát. És akkor a kaszinó, hát nem is tudom, valamilyen menedzsere azt mondta, hogy ugye nem veszíthetnek lényegében kocka azt a kancsó figyelmeztetése ellenére meglátogatták a kaszinó. Áhá! Csak a lényeget mondjad, ne fordíts le. Oké. Az a söbetés, az a laza. Laza? Sleazy? Laza menedzsere, ha. Oh, dog, ez a Mickey Egér is mondja. Kaszinó menedzsere. Megeszem a világ legrosszabb szendvicsét. Oké. Okay. Akkor ez...
szép futás, rácok, vagy szép kör, vagy nem is tudom, sokra szokták mondani, tehát megdicsérte ugye a bejöveteles emberke, ugye valószínűleg az az ördög, a testvérek meglepődtek talán, vagy igaz? Igen. Meglepődtek, és akkor ez volt ugye a kaszinónak a tulaja, a ördög maga. És akkor most... mi legyen esetleg, vagy... Hát emeljük a tétet. Emeljük a tétet, és akkor javasolta ő ugye a... valami ördögi mosolyával talán. Fogaival. A kaszinó főnök megjelent, mi lenne, ha emelnénk a tétet. Aha! Köszönöm szépen. És akkor még egyet nyersz, hogy a... Egyet dobjatok, és igen. Hogyha... Mármint, hogy nyerjetek még egy ilyen kört, és utána tiétek lesz minden a kaszinóban. Vagyis nem, a kaszinó lesz az övéké. Így van. Nem, de. Az összes dolog a kaszinóban. Hát a kaszinóban minden a tiétek, így van. Hm. Ezt ugye mondta. És akkor, de ha veszítetek, akkor ugye elviszi a lelkünket. Akkor ugye áll le az alkú. Az összes bevétel a tiétek, ha nyertek, ha veszítetek, akkor enyém a lelketek. És akkor a Cuphead el volt ugye, vak volt ugye a könnyű gazdagságtól lényegében, és akkor megfogta, és akkor ugye pörgette a kerek, vagy a kockát, dobott egyet a kockával, és akkor úristen, Cuphead, no! Elsírta magát ugye Magman, mert megértette ennek a veszélyét, és ez már ugye sajnos túl késő volt. A gazdaságtól elvakóba dobta a kockát, így van. És akkor ilyen kígyó szemek nevetett az ördög, miközben a kockák ugye mentek a földön, vagy pörögtek a földön, vesztettél a testvérek, félelmükben lulumd olták magukat. De rengtek a lumd. Derengtek, és most már ugye enyém a lelketek, vagy jönnek a lelketek. Okay. A testvérek könyörögtek, hogy még éljenek lényegében, vagy hát az életükért könyörögtek. Hogy biztos lenne valami más út, ahogy ugye visszafizessük neked ezt az egészet. És ugye kérte is Magman, hogy kérlek, Mister, és akkor ezt ugye segített ugye Cuphead is. Tehát egy ilyen könyörgés volt. Akkor talán van is, ugye mondta az ördög. Átadta ezt a parchmentet. Azt nem tudom. És akkor egy lényegében itt, vagy adott gondolom esélyt ennek. Itt van egy lista, hogy... szerződés. A parchment az meg pergament. Szerződés pergament, így van. És akkor itt van egy lista az én ilyen különböző elintézni valóimról, körülbelül. Gyűjtsétek be ezeket a lelkeket nekem, és majd meg fogok nektek bocsátani. Nagyjából. Na most menjetek, kilökte őket ugye az ördög a kaszinóból elég bunkón. Holnap estig kell az összes lelket begyűjtenetek, különben én gyűjtöm be a tiéteket. Rengetegen tartoznak nekem, szedjétek össze a lelkeket, és megbocsátok, hogy Roar ordította. De valóban nem vagyok egy ilyen hű, de nagy angolos sajnos. Jó, és akkor Cuphead és Magman. Ugye nagyon sietősen megijedve elfutottak onnan, amilyen gyorsan csak tudtak. Akkor gyere Mag, mondta Cuphead, meg kell találnunk az Elder Cattle-t. Akkor ő fogja tudni, hogy mit csináljunk. Köszi, Tox. Na és akkor ez volt igazából a történet. És akkor itt van valamelyikünk. What a fine pickle you boys have gotten yourselves into.
Hát... Pickle az nekem uborkát jelent, nem? Gondolom, igen, hogy... se van nyúkor. Pácnak is lehet mondani. Gondolom, hogy milyen meglepetés, hogy itt vagytok, nem? Nem, hanem milyen nagy pácba keveredtetek. Jaj, milyen nagy pácban vagyunk. Akkor ebből ugye ki kellene valahogy majd jöjjünk. Nyomogassa a gombát. Itt már ebbe tudsz csatlakozni, azt mondja Strutz. Player 2 has joined! Hát de várjál most, akkor te vagy a pirossal, ugye? Jó. Aha. Jó, megyünk akkor tovább. Én tudom, hogy te nem akarsz gondot az ördöggel, vagy... Hát, hogy nem akarsz a... hirtelen csúnyan a csicska jut az eszembe. Igen, nem akarsz neki segíteni. Ja. Ez a tutoriál, csak mondom. De ha visszaadod, vagy elutasítod? Nem tudom elképzelni, hogy milyen jövő, vagyis sors vár rátok. Ó, köszönöm szépen. Parasztja vagy gyalogja. Muszáj végigcsinálni most már, és begyűjteni azokat a dolgokat ugye a szerződéshez, vagy a szerződésért lényegében. És neked ugye a legjobbat kell ugye megcsinálnod, vagy megtenned. Ennél a néhány ilyen... Nagyon felsenyszőbe kell menned ezekre a... ilyen... Ez a ördögi biznisz, vagy nem tudom, van ennek magyar megfelelője? Nyaron, de utálatos. Naszti. Ja, mondjuk egy picit takarom is a szöveget, srácok, bocsi, mint hogy ready van. Mocskos ügyfeleknél. Vagy ügyleteknél, bocsánat, hogy ügyleteknél. Akkor a... Ahogy a Debtor Friends. Nem lesznek nagyon barátságosak. Debtor az adós. Mindegyik adósok neked. Hát az adós barátaid nem fognak nagyon barátságosak lenni. Amikor... Komfort. Hogy megyek ezt? Találkozol velük? Hát amikor majd szembenézünk velük, igen, gondolom. Igen. Jó. És tény, hogy... Azt várja, hogy valami szörnyű vadállatokká, vagy állatokká, ha változnak el. Ellenállni. Jó, és akkor vidd ezt a potion-t, ezt a kis italt, hogy ne maradjon, vagy ne száradjanak ki. Szörnyű szörnyek kialakulnak. Így van. Akkor ez ad neked ilyen mágikus képességeket, amit ugye folyamatosan tudsz használogatni. Neked miért egy HP-d van egyébként? Fogalmam sincs. És akkor most menjél, írja asztalra, vagy íróasztalra, és használd a misztikus tollat, vagy? Hát inkább tinta. Vagy tintát ott. Jó. Fel, meg lehet, hogy ilyen tartó lenne, gondolom. Okay. Ez a lövés. Igen, igen. De miért spoiler, ez Strut? És akkor neked szükséged van felkészíteni önmagadat a scrapre. A tutoriában fel tudod tölteni az életét, de automatikusan fel lesz maxolva a scrap esetleg. Mondják. Vagy tudom, hogy mi az, csak nem tudom elmagyarázni. Csatára. Neked gyűjtögethetsz, és utána eladod. Selejt, igen. Selejt. Okay. Na, elméletileg... most már tudod irányítani elméletileg te is a dolgokat. Laggol egyébként? Vagy jó? Nem. Okay, akkor tutoriál, nem baj. És akkor ez a tutoriál. Na várjál, most kivel vagy? Ja, jó. Tehát akkor ez lesz a lefele, ugye, hogyha nyomjuk, akkor guggolunk. Ez az ugrás, hogy ha folyamatosan nyomjuk, akkor nagyobbat ugrunk, ha kicsit, akkor csak picit. Van közepes ugrás, és az nincs, ahogy látom. Jó. A dash.
Az, amikor ugye, amikor levegőben vagyunk, tudunk átmenni, így átszállunk lényegében a dolgon, és akkor ez meg ugye lefele átmegyünk ugye egy különböző platformokon, hogyha ezt a kombináció... Csúcs! Rapid fire, végtelen tüzelés! De nagyon jó, de ne engem kell. Hold to stay in place. Ez micsoda? Ez RB, nem? És ez mi? Ja, hogy hova lőjön, aha! Ugye ezt kell lenyomva, hogyha ilyen furcsa lövést akarsz. Oké. Okay. Majd ideállok, látod? Kék és akkor így. Istenem. Darabok, de ez erre a szögre nem vonz a csatára, van annál inkább ott csináld, ahol írja. Közepes. Ha hosszan vagy röviden nyomod, úgy közepes. Az, hogy egy helyben maradsz, mikor célzol. Aha, aha. Jó, parry slap. Press jump while... El kell vegyük, nem? Ezt a pinket. Aha. Még egyszer? Jó, hogy itt valamit csinálsz? Mit csinálsz ott? Fogalmam sincs, csak ráugrok. Ja, aha. De ez mi ez? Valami izé, paskolás, vagy? Jön meg a... Amíg... Amíg a levegőben vagy, hogy tudd aktiválni hogy ezt a lila vagy rózsaszín objektumot, de... Ennek van jelentősége, vagy ez nincs így külön? Végig kéne rajta ugrálni, csak mondom. Aha! Őrzik tőle a képességet. Amúgy igen, azt is látom, igen, alul. Jó, és akkor ez a rest select. Amikor meghal a lelked, akkor be tudod azt gyűjteni, és akkor valami... Hogy tudom begyűjteni? Párizni kell. Ja igen, így, hogyha rácsattansz, akkor begyűjtöd a lelkét. Csattanj rá! Úgy. Na, így tudjuk majd egymást akkor felszedni. Na, de a slash az nem hiszem, hogy működik. Csak a ráugrás. Oké. Okay. Akkor an upgrade attack tette. Igen, és akkor ilyenkor fogy egy pakli alul, ha látod. Aha, ott lánt, igen, a kártyát fogy. Nagyon jó. Oké. Okay. Collect coins to purchase item from the shop. Jó. Oké. Okay. Csak Rexit. Nagyon jó. Eddig jó, remélem a kamerával nem fogok nagyon takarni egyébként ellenfeleket. Hát jobbra megy majd a pályán, hát eléggé fokhias volt ez a tutorial első pályánál, már mindjárt valán lesz, csak mondom! Ha mindegy, gyere át, Kiki! Nem lehet kilépni? Ne, inkább menjünk végig, mert lehet elrontunk valamit aztán. Legalább ez is jó lesz, hogy... Na, akkor már nem tudjuk, hogy hogy... Gyere, Kiki! De hol mész? Hát nem tudom, hátrafele futsz. Hátrafele futsz. Én nem nyomok semmit, Kiki. Én sem. Ó, Isten. Hogy jó lesz ilyen. Na, Kiki, mit csinálsz? Átvész minden el. Kész végig a játéknak. Ennyi, megcsináltuk. Na, átmentem én is. Na, jó van akkor. Na, most jó? Most jó. Akkor most jöhet a pancsó. Na, neked... Ki kell fektetni azokat az összes ilyen adósokat, hogy tovább haladj. Vagy az adósokat, hogy tovább haladj. Oké, okay. Na most akkor fuss a lábaddal, vagy menjél, gondolom. Rázd meg a lábad. Rázd meg a lábad. Nem értem, úgyhogy igen. Ennyi? Ah, ennyi. Hát akkor, Kriki, indulhatunk is. Nem csak még megakadtuk, hogy mit mond a csávó, már ugye az előbb ott volt. Na, milyen kis aranyosak vagyunk, ahogy. Na, és akkor az a lényeg, hogy itt van egy eper. Amúgy, ja, nézzük meg, hogy lehet-e
Oda máshova nem lehet menni vízbe, nem tudok be. De ott egy hajó, meg ott egy steak struc. Nem mindegy. Egy zöldet el lehet. Nem láttam valami. Nem, furcsa ez, hogy én vagyok a kékkel, amúgy ezt meg kell szoknom. Akarsz a pirossal lenni? Nem, nem, jó, ez csak még meg kell szokjam. Hé, hey, fellász! Miért vagytok úgy, itt? Úgy néz ki, hogy benne vagyunk. Most. Benne vagyunk, mi? De mibe? Aha. Well, én ugyanebben útvonalon voltam, mindig bajba keveredek. Hús, ugorj, lőj! De én most előnyben részesítem a strolling elgurulást, vagy... Azt nem tudom, a strollingot. Sétálok. Most sétálást körül itt a... Vagy elmenni a képekért. Ha kezdődik, sok sikert, köszi, peace! Lassan kezdődik, igen, de hey! Hadd adjam az egyik kezemet, vedd el. Tudod, visszapítja. You receive 3 gold coins. Az igen. Ha is bal felül látjuk, hogy hány coinunk van egyébként. De azt mondta Struc. Ez mit az Y. Nem tudom, hogy mit lehet csinálni, de valamit lehet csinálni. Itt lesznek gondolom az ellenfelek, itt van Word 1, Word 2, Word 3, Finile. És akkor ez micsoda? Ja, ezek a gondolom képességeink. Ah, ez most ilyen standard felszerelt fegyver, hosszú távolság, de csak ilyen átlagos sebzés. Jó. Sok sikert, köszi Pondi! És elméletek Struc azt mondta, hogy a shop az fontos. Nem tudom, hogy hova nézzünk először, shopba vagy ide? Várj, itt le tudok jönni? Nem, de nem tudok lejönni. Benézzünk ide, vagy shop? Legyen akkor shop, azt adja először. Akkor nézzük. Porkrinc Emporium. Ezek a képességek, akkor shopban lehet venni képességet. Csészefej. Aha. Ez kemény lesz, csak ne engedd el a lövésgombot, mindig nyomd! Ja, itt vannak ez a chaser, a hair hurt, spread, a smoke bomb, és run the bout. Ja, ez a chaser, ez... Az a chaser, ugye nagyobb... Hatótávú, de az átlagosnál alacsonyabb damage-et osz, vagyis sebzést, és igen. Nem kell használni a célzást. Hát, gondolom azért még az első pályát úgy csináljuk, hogy azért még ezek nélkül, nem? Uh-huh. Akkor hurt, hogy egy extra hitpointot, hogy gondolom, hogy egy extra életet kapunk ezzel kapcsolatban. Aha, de kicsit gyengébbet a támadási erőt. Aha, aha. Jó, a spread az, az ilyen kicsi hatótávolság, de nagyon jó sebzés. A szeme, vagy a... célpontot tudod tartani a szemedet. Hát, ha közel tudod tartani magad a ellenséget. Így van, így van. És akkor a smoke bomb ugye, hogy nem látnak minket, gondolom. Az, hogy nem kapunk sebzést, amíg ugye ez érvényben van. Nagyon jó védekezési manőver. És akkor ez meg ugye nagyon jó ilyen átlagos damage. A coverage az ilyen fedezék, azt hiszem. A fedezék lövés lényegében ilyen általános sebzéssel, és akkor az aimja, annak a maximum range-e van meg, vagy a maximum lefedettsége. Ott már csata lesz, lesz, amit nagyon akartál, Jogi. Na, akkor szerintem meg nem kell vegyünk, mit szólsz ehhez. Tessék? Mert szerintem meg nem kell vegyünk, mit szólsz ehhez. Próbáljuk meg enni akkor. Oké. Okay. Goodbye, szervusz. Akkor menjen, Kriki első csata. Akkor válhatjuk. Botanic Panic. Difficulty Simple Regular. Azt mondta Struc, nincs is különbsége. Na Struc, mivel te veled van az alku megbeszélve, melyik nehézséget menjünk?
csak reguláron kapod a szerződést, szal azon. Akkor, Ricky. Ez igen. Készen állsz? Aha. Első csata. Na. Már, hoppá. Ricky, ugorj! Ricky, hát már első HP-t nincsen. Várjál. Mi volt ez? Várjál, hát megértettem, állítottam itt a dolgot. Mi volt ez? Egyedül vagyok. Ricky, mit csinálsz? Nem mutattam, hogy kell megtalálni. Hoppá. Na, én meghaltam. Igen, itt külön lehetőségek vannak. Kényszer, oh my god! Egyből bosszal kezdik. Na, a Kriki, most már figyelek. Mi volt ez? Mi volt ez? Beállítom először a dolgokat, jó? Hát de azért volt a tutoriál, nem? Úgy értve. Hatalmas játék, az egészet kézzel rajzolták. Amúgy van erről a játékról sorozat is. Na! Mert egy pálcikámban se tudok lerajzolni. Itt fel kell célozni. Akkor retri. Uh-huh. És nyugodtan használd egyébként a képességedet, és már úgy látom, hogy kaptuk amúgy. Mondjuk furcsa, nincsen HP a krumplinak. Jó, meghalt a krumpli. Jön a hagyma. Átjövök ide. Majd te is tudod használni egyébként a képességedet. Oké, megvan a hagyma is, akkor most jön a répa, és akkor most kell fölülre célozni, Kriki. Ja, az enyém szerintem mellé megy, ja, most már jó. Ah! Kriki? Ne, nem értelek el! Ne, jó. Ez az. Nice. Fél, vagy másfél perc. Bé. Na, Strut, az első megvan. Amúgy, hát hogy majd megpróbálom billentyűzettel. Én is azért kíváncsi volnék, hogy ki akarna kettesbe ezt tolni valakivel. Ez full random, de Minecraft van only app, man. Csak vonatkozok. You got the truth, pack, soul contract, akkor megvan ennek a szerződése igazából. Én ex-barátom, mert végigvittem majdnem az egészet. Az igen, de van mindegyik karakternek, viszont nem véletlen lövitek. Tépázzátok meg! Jó, annyi csak, hogy nézzük már el esetleg, hogy itt fönt amúgy ez micsoda ez a... Ez a dolog, meg mi ez a fa? Nézzük meg őket. Melyiket először ezt? Aha. Forest Follies. Run and Gun. Hát akkor nézzük. Hát akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor nézzünk szét mindent, Kriki, nem? Na mi az? Elfutni kell, gondolom. Ó.
Hogy visszamentél te is. Azt nem tudom, hogy ez kilőhető-e. Szerintem van izé, az nem. Ez a tudsz. Ó, Kriki. Kicsit sebződtél, úgy láttam. Opa, én is. Egyébként szerintem kontrollerre egyszerűbb, csak rá kell jönni, tudod a... hogyanra. Jajjaj. Yeah! Oké, visszahoztalak. Neeeeee. Vagy a coin az megvan. Vigyázz, mert ez a kamikáze. Hát a felén én egy kicsit tovább sikerült. Itt futni kell végig kegyetlenül. Vegyétek fel az összes coint, amit láttok. Nagy betű, sorry. Munka is kiabál is. Egész ügyesek vagytok. Köszi, köszi. Na, sikerült? Azt hiszem, igen. Várj, ez se útott. Lehet, hogy... Nincs egér. Akkor el lesz. Sorry, közbe kökök. Nem. Kökés között néha nehéz megszólalni, úgyhogy ne hallatszódjon be, jó? Semmi... Megnézem én is amúgy, hogy... Replace? Ah, valóban nem engedi ezeket. Jó, hát akkor sajnos a billentyűzeten lesz a súp. Oké, jó lesz. Az megvan? Tökéletes. Jó, akkor... Mehetünk? Akkor a tutoriát azt hagyjuk. Nem már, hát nem tudom, hogy mi van. Jó, akkor menjünk vissza. Jó. Az nézd németű volt. Hát, azt írja ki. Na, gyere, gyere, gyere be. Ja, itt a space, ami neked space most már. Akkor itt a shift, a dash. Itt a last space, a deskend. A shoot, neked. Az meg valami lokkos. Jó, de lőjjél, Kiki. Igen, és irányítsd ezzel a másikkal. Hát de hogyha a duplavét meg az A-t nyomod, vagy a D-t, akkor nem lő így. De, látod? Úgy, na, úgy lőj. Csak ezt lőd ki, ezt a... De ez se jó! Csak előre tudok menni. Hát hogyha ezt tartod így, és nem kell futnod. Ja, mert a V, a SD... Igen! De várjál, mert hogyha én ezt lenyomva tartom ezt, akkor igazából nem fut a karakterem, tehát akkor egy helyben áll. És neked mi a izéd? Megpróbálom én is. Neked mi a letartás? C, ugye? Na, C, igen. És akkor itt tartod, és akkor közben lősz. Mi a lövés? E. Na, látod? Hát mondjuk, nem tudom, akkor a negyedik gomb az lehet, hogy a Q kellene neked, nem? Igen, az lett. Jugégéket kiégett végleg. A bűnt. Na igen, az a baj, hogy neked négy gombot kell lenyomva tartanod. Ehhez a mozdulathoz, ha jól látom. Maradjunk kontrollálni. Biztos? Aha, hát ez így nem lehet lőni. Négy gombot nyomjál le egyszerre.
Jó, Kriki, akkor visszamegyünk. Jó, Kriki, eddig nem jutottunk még. Azt dash-elni kellett volna. És akkor dash. Jó, nekem is már csak egy HP-m van. Ez az! Vigyázz, Kriki, csak fuss! Vigyázz! Vigyázz! Jó! De már mindegy. Pedig van ott a cél, Kriki. Igen. Akkor meghalok. Csak hogy együtt csináljuk, tudod. Ajjaj. Még 94%-a erre hátra van a játéknak, Kriki. Ez mindketten beszívtuk. Nem muszáj izélni csak azt a poénosat. Azt én mondom, azt én ugrok bele. Oké, köszke. Na, jó. Amikor nem érzékel, hogy rád parizok. Jó, gyere, gyere, gyere. Dash. Vigyázz a föntire. Vigyázz, mert fölülről majd jön. Ha lőheted. Jó, az erényre gondoltunk. Ó, basszus, meghaltam, de vidd végig. Hát tudod? Nagyon jó. Hú. Sikerült? Második pálya. Na, hát másfél percig tartott csak. B minusz. Nem, akkor menjünk. Na, ez az. De örülünk neki amúgy. Amúgy igen. Menjünk erdőbe. Rose of an Ozzy. Hát akkor regulárba kell klikni már. Jaj. Be is mutatkozik nekünk a szörny. Legyet lője. Hoppá! Ajjajajajajaj. Húzd fel azt a piros gatyát, aztán gyerünk! Miért mész neki? Hittem, hogy ugrik. De akkor lőjél, mit csinálsz? Ja, ez felét fog majd ugrani. Istenem! Azt hittem, hogy még hamarabb leesik. Hát rá kell érezni, hogy hogyan, opa. Hogy ők is hogyan mennek. Hú, majdnem, Kriki, majdnem álltam. Mit csinálsz? Ugye az már most fog majd jönni. Azt tudtad, hogy annál még ott maradhatsz. Opa. Te bezzeg most rámúgnék. Piszok. De miért fújtok fel? Hát majdnem azért. Alá mentél.
Miki! Nem bélek visszahozni. De amúgy ez olyan undorít, hogy magamból iszok. Gyerünk, Miki, most a nézők is néznek. Hát, 30-an kíváncsiak arra, hogy mit csinálsz? Ez a baj, de... Háj, Miki, nem viszem el! Mit csinálsz? Jó, oké. Beszúrj akkor el! Dugolás. Nagyon jó. Nem jó. Az a baj, visszapattan a falról, aztán az ilyen leírhatatlan évek. Nyugalom, Kriki, nyugodj meg. Nyugalom. Akkor, ha Dark Souls kópoztánk, akkor téged hívjálak, Kriki? Igen. Jó. Mit csinálsz? Persze, ilyenkor meg beugrik amúgy. Mikor késztetés kérdez, hogy neki megy? Istenem, Kriki! Jó van. Egyébként az a parri lehetőség. Igen, igen, tudjuk már. Már egy életre megtanuljuk, mi az a parri. Ami nem a, nem a partinak egy szlengesebb verziója, hogy parri, de parri, de parri, hanem parri, mint rendesen parri. Az életemet áldozom arra, hogy visszahozzalak. Hát, azt értem. Nem baj, nem baj. Ájjájá, panda, funcsán, drek, nullák, nál, puma, lalá, jadá. Eket, csámi, csónné, a hanyú, napajt, hanyú, jadá. Mit csinálsz? Pedig megmaradt mind a három HP-d, az belevész, direkt. Hát, már közelítünk a végéhez. Lőni, szóval. Ja, amúgy már egész jó. A hajó nagyon jó, úgyhogy tudtam, hogy kell csinálni, tízszer haltam már köbben. De ez a hátrafele mozdulat amúgy. Meg az is sebez. Jó, vigyázz, ott bele fog ugrani. Ha. Jaj, előttem. Elsültél. Az majdnem. Majdnem telébe kapott. Ennyi kell még neki. Megint mellé ment. Hát azt szerintem csak a nyerés számolja, tudod? Amit azt a menetet, amikor nyertünk. Gató! De ez nem 2 perc volt. Köszi, köszi. És nyögvenyelősen, de meg lett. Hú. Na, megkaptuk a Guppili Grande ujját, lelkét. Hú.
Nem erre tovább, mert van igazából középen is egy út, felfele is egy út, meg lefele is egy út. Valamit vagyunk egyébként? Nem tudom. Hát nem tudom, merre menjünk amúgy. Csak egy jövök le. Nagyon nagy a pálya egyébként, nem lehet kizumolni. Ott van egy hajó. Ott van egy hal, aki horgászik magára. Hát akkor intézzük meg el a... Harump! Én leszek a majom. A nagybátyja. Nagybátyja, hogyha... Elrakom a pénzemet, gondolom. A bankba. Ja. Lefele menjetek, ott van egy hajó. Nem megyünk a hajóhoz. De amit, ahogy legjobban tudom, vagy amit tudok, az ördög... Amit tudok. Mindent, amit tudok, az ördög valószínűleg irányítja a helyet itt. Vagy a helyet is. És akkor ők soha nem fogják megkaparintani az anyanyomat, hogyha... Nem, felidéz jelent az ahogy. Ahogy. Uh-huh. Felidézni a gólyaimat, hogyha... Elköltöm mindet. Mindenhol. A másik szerep a repülős, szóval hajót ajánlom. És ha néhány Joe történik, akkor megtalál egy coint, vagy kettőt, jó neki. Értemes? Hát, gondolom Joe az valamilyen... Ja, valaki emberke, vagy valami. Blue, vagy ilyesmi lenne, hogy megtalál egy-két coint, akkor az jó neki. És akkor ez az, amit mondtam, Harump. Harump. Na, oha jó, azt mondja, olyan jó struc nagyon, úgyhogy az lesz a legnehezebb. Igen, azért nem akarok a hajóra menni. De várjál, most a hajóhoz nem megy el egyébként? Nem hiszem. Akkor merre menjünk? Fölfele, középre vagy lefele? Elmondtak a hajóra, ennyire akarja. Akkor menjünk a hajó. Flip Joint Calamity. Struc nem nézhet és elfoszik színfelre. A repülő szól a hajót helyettem. Hoppá! Ez egy békák. Két béka. Jajajaj! Ez már nem tetszik nekem, Kriki. Ajaj! De ezeket ki lehet lőni. Hogy ki? Szerintem ugrasz és lesz, tess. De ott nem kap szerződést, ami kell a kőszigethez. Na direkt mondta akkor, hogy topikázzunk. Aklak lent, középen, fenn, középen van. Na, visszajön! Most két oldalról. Ez nem így. Jó. A másik béka, a bali béka irányába visz. Uh-huh. Igazából. Vigyázz, most fogja majd ránk küldeni az öpleit. Hát egy kriki, hát úgy, mint Pummelbe, úgy kell ezeket kikerülni. Jaj, valami történik, elvölgek azt mondja, a stage 3 halt. Igen, és most? Mi ez? Kiki te vagy? Ja, én vagyok! Nem vagy... De mert ez a harmadik rész, ez... Ez érdekes. Jász küldi az ökleit. Hát a Pummel Partyban megy neked az ilyen QE, meg ilyenek, itt még nem. Ez is ugyanaz. Meg használd azért a képességeket, Kiki. Az ultinkat. Meghaltam. Egy kis szemben
ezt nem csinálom meg egyedül. Hogy itt. Jaz, most fog pörögni. nem úgy gondoltam, hogy egyben... Áááá! Már újra. Meg vagy. Mit csinálsz? Azt hittem, én haltam meg. Jó. Nyerünk, hogy meg tudjuk csinálni. Hidd el. Bízz abban, hogy meg tudjuk. Nem mész el? De mit csinálsz? Nem volt, én voltam. Áááá. Jézusom. És még csak a negyede van meg a harmadik szakasznak. Akkor igazság szerint ülhetünk bárhova. Őhez úgy sebződik, aha. Lőjük és csináljuk az akadályt. Igen. Ezeket a tüzeket átbízom. Jó, az jó. Ajaj, nem láttam, hogy kék vagyok. Az a baj, ugrani is, meg lőni is. Kicsit nehézkes. Te vagy a piros, Kriki, te vagy a piros! Jó, ha kinyílik, akkor tudjuk amúgy lőni. Jó, hogy bonyolultabb lesz. Úristen! Köszi! Hát én már nem tudlak visszahozni. Hát ez bonyolult ez a sárgás dolog már. Oh. Gyerünk, Kriki, meg tudnánk csinálni, ha a harmadik szakasz a gázos csak. Jó, most alakulnak át, és a gépnél ott le kell lőni a izőt, tehát lelövöm én. Mindjárt jön egy coin, azt ugord át. Ezt lelövöm. Ah, mit csinálsz? Kriki! Egyedül vagy! Láttam, hogy lelőd. Kriki, már csak egy HP-d van, nem rosszból, meg ilyenek. Bejó a figyelmedet, hogy azért... Hogy ez a bal oldal ilyen. Ez nem igaz. Meg mit behalsz meg? Mibe halsz meg? Ne, Kriki, mit csinálsz? Alul? Basszus, elrontottam. Ez nehéz nagyon. De nem engedj el, néna, no. Meg elrontom. Mi? No. Megint egy HP-d van egyébként, jól látnak szemeim. Mit csinálsz? Nem. De Kriki, nem láttam, meddig jutottam. Az már majdnem. Oké, közel majdnem. Van. Kriki, miért nem lőtte rá? Nem írtam. Hát ez gyorsan halál volt, Kriki. Nekem még 3 HP-n van. Ami miért ne? Itt hagylak, én nem akarom azt csinálni. Nice. Köszönöm. Áááááá! Már az orrom majdnem ott van. Vonallon. Pedig meg ezen kívül meg egyet teljesítenünk kellene ma Kriki. Mit az te ez? Ez nagyon szarkezés. Sose bírom kikerülni sehol. Jó, már csak egyet kell pörgetnünk, Kriki, hogyha itt akkor megvan a cél. Jó. Aj, mama. Miért nem zenésznek mentünk el, hogy itt chattingetünk egyébként? Kriki? Akarsz valahol beszélni? Nem. Oké. Okay. Az vissza, ne! Ne lőj, ha nem az vissza! Azért majdnem belefutottál, láttam. Nagyon jó, jön a bal oldali, csak át kell ugrani. Egyikünkre se sikerült, nem baj, mi 2 HP-nk van. Ott ugrani kell, ezt hagyni kell lent. Ugrani! Ugrani! Visszahoztalak! Csináljad! Gyerünk, Kriki, még egyet kell kibírni valahogy! Ne! Ne! Nem! Milyen coin? Csináld az a coin. Ajjajjajj, hát ez a papácsánám, pumanyányá! Ilyenkor megpaskolod a popsimat egyébként? Igen. Na jó van. Érdeklődöm.
Ú, ez a békás, ez könnyű, ez könnyű. Ez csak a dobokra ugor ki, nem kell másra, csak a dobokra. Ne, mondom a dobokra csak! Na, egy könnyűt létsz a végre, egy könnyű, ez az béka, béka, klikkelsz, lehet, meg te lehet! Ne, meghaltam! Ne! Elszóltad. De könnyű ez a békás. Te elszóltad. Ó, Kriki, mit csinálsz? Ennek a coinnak vigyázz, coin. De engem talál! Ajajaj, Kriki. Ezen megy el, hogy itt megsebződsz. Nem tudom, ám. Jó. Apá, Kriki, miért csinálsz, Kriki? Ahogy szerintem... De mit csinálsz? Nekem jön. Jönni fog ide. Hát ez nem igaz. Milyen fura hangja van. Jön a gyerek, Kriki. Nagyon szép, Kriki. Ezt így kell csinálni. Tartsuk meg a 3-as HP-t valahogy ebben a szakaszban. Nem tudom, hogy hogy, de valahogy tartsuk meg. Nagyon szép volt, jön a baloldali, vigyázz! Hú, Kriki, elrontottál egy HP-t, hát nem hiszem el. Egyet kértem. Jó, ez könnyebb. Nem azt mondom, hogy könnyű, de könnyebb. Nem tudom, hogy hol vagyok hirtelen. Jó, nagyon szép, Kriki, nagyon szép. Vigyázz a coinra. Én intézem ezt a cuccot. Ugyanez jön, ugyanez. A kövinél lőheted amúgy az ultival. Jó, most jön a Tigeres, a kedvenced. Nem mész el, nem mész el! De nem most lődi, akkor nem sem szer! Ez az! Én nyomtam neki, még nem is kell. Na, csak 2 percet időztünk itt, Kriki. Brand new record. Köszi, köszi. Úristen, ez volt mondani 3-4-1 óra körül. Hú. És akkor mi történik a hajóval? Ja, csak ennyi. Na, a Ribby and Croaks. Megszereztük a lelküket. Jaj, lesz. Én főző csokit. Csak 2 perc.